Könnyek között igyekezett berakni a bevásárló kocsijába, a gondozási központtól kapott karácsonyi csomagot ez a bátaszéki nő. Nagyon elérzékenyült, amikor meglátta, hogy több kiló hús, krumpli, liszt mellett csokoládé és gyümölcs is van a csomagban, amiket három lányunokájának kíván majd odaadni. Azt mondja, 50 ezer forintos rokkant nyugdíjából ezekre nem telne neki. Hát ha szerencsén van, akkor hazajönnek a fiaim, nincs akkor egyedül. Két beteg családtagját gondozza Sipos Istvánné, akinek konkrét tervei vannak, hogy miket főz majd a szatyorban lapuló élelmiszerből. Én is a havi 30 ezer forint ellátást kapok, és bizony ez nekem nagyon jól jön. Úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Mihez fogja felhasználni? Mit fog belőle sütni, főzni? Hát én gondolom, hogy lesütöm a húsitát egybe, jó befűszerezve, amit megkaptam hozzá, konzervek, meg ilyenek, olaj például, hát nagyon jó, a kekszek is csodálatos karácsonyfa alá, egy tálkába beleteszem, és van egy pici hangulat is. Az adományokat a bátaszéki gondozási központ munkatársai állították össze a hozzájuk és a város önkormányzatának számlájára érkezett felajánlásokból. Több millió forint gyűlt itt össze, mint egy 170 nehéz helyzetben levő család és 150 nehéz helyzetben levő gyereknek készítettek ajándékcsomagot. Boros Zsuzsanna azt mondja, soha ennyi felajánlás nem érkezett hozzájuk, amit nem győznek megköszönni. Vannak köztük olyanok, akik már évek óta segítik a hátrányos helyzetű családokat, azokat, akik nehéz élethelyzetben vannak, és vannak olyanok, akik az idei évben támogattak bennünket. Először, mint például a karate szakosztály, akik azt mondták, hogy látták a felhívásunkat, és hogy egy nagyszabású gyűjtésbe kezdtek, amit szeretnének majd a következő években is folytatni. Illetve a több éves segítőink között van Hegedűs István, helyi vállalkozó, aki nagy mennyiségű tartós élelmiszerrel támogatja már nagyon-nagyon sok éve ezt az adományosztást. Az idei évben érkezett nagy összegű pénzfelajánlás, és ennek a fogadására Bátaszékváros önkormányzata az ünnepi adományosztáshoz kapcsolódóan elkülönített számlát nyitott, amelyen közel 2,3 millió forint érkezett, aminek nagyon-nagyon örülünk, illetve két magánember 1 millió forint felajánlást tett. 170 családnak tudtuk ezt a tartós élelmiszerből álló csomagot összeállítani, illetve ezen felül még készítettünk 150 darab csomagot a gyermekek részére, hiszen a hétfői nap volt a gyermekjóléti szolgálatnak a karácsonyi ünnepsége, ahova 80 gyerek kapott meghívást. Ezek a csomagok körülbelül olyan 6500 forint értékűek, amiben a tartós élelmiszer van. Ebben szerepel rizs, szerepel cukor, liszt, étolaj, tészta, jaj, annyi minden, májkrém, készételkonzervek, löncshús, krumpli, hagyma, keksz, édesség, és még hús is. A bátaszéki gondozási központ az 1 millió forintot három család között osztja szét a felajánló kérésének eleget téve. Az önkormányzati számlán maradt összeget pedig szétosztják a rászorulók között, és további csomagokat vásárolnak a húsvéthoz kapcsolódóan.